magyarnak lenni nekem azt jelenti, hogy ha Ukrajnában élünk, Kárpátalján, akkor magyarul beszélünk, de szülőföldünk akkor is Ukrajna. Ukrajnában a kárpátai magyarok, reformátusok elég sajátosan élik meg ezt a helyzetet, mivel mindenkit érint az Ukrajnában kialakult válság, a háborús helyzet. Sajnos nagyon sokan kaptak nálunk is behívót, például a faluban szerintem a hetente 30 behívót kaptak, és félnek a szülők, hogy mi lesz a családdal. A családfő ugye ezért külföldre megy, mert nem a mi háborunk, és nem szeretnék, hogy vele keveredjünk egy olyan politikai helyzetbe, ami nem ránk tartozik. Csak sajnos minket is érint. A magyaroknak a mindennapjaiban ott él egy kis remény arra, hogy ez a változás jót is hozhat. Mind a mellett tudják, hogy milyen nagy teher hárul a mindennapokban a családfenntartókra, az édesanyákra, az édesapákra, akik a fiaikat féltik a háborútól. Mivel ilyen helyzet van az országban, nem tudjuk, mi lesz. Várjuk, hogy mit fog történni. Nem vagyok optimista. Jóra nem számítok ebbe az országban. Az ukrajnai krízis helyzet óta a Református Szeretetszolgálat elindította a kárpátaljai cselekvési tervét, és a cselekvési terv keretében több mint 100 millió forint értékben viszünk a térségbe adományokat. Több mint 40 településen vagyunk jelen Kárpátalján, és amikor megtudtuk, hogy a Fölszállott a Páva című műsornak gyerekek lesznek az idei versenyzői, akkor azonnal a kárpátaljai gyerekekre gondoltunk, és ilyen módon is tudjuk segíteni a kint élőket. Másrészt pedig egyszerre indul a Fölszállott a Páva című műsorral, ami Nyilasmisi ösztöndíj programunk is, ami rászoruló, de nagyon tehetséges gyerekeket fog anyagilag támogatni ösztöndíj keretében. Szia! Hello! Szia! Igazából a Danit keressük, mert gratulálni szeretnénk neki, na, mert hallottuk, hogy megkaptátok az igen, értesítőt, hogy bekerült az élőadásokba. Értesítőt. Kitörő öröm volt, mondhatom, azt szerintem a szomszédok is hallották, hogy valami nagyon jó történt nálunk, mert gyerekek visítottak és ugráltunk. Fogad gratulációmat, művész úr! Nagyon ügyes vagy, nagyon örülök. A Nyilasmisi ösztöndíj program az alapítvány megalakulása óta működött. Korábban egy ilyen szponzorációs formában, hogy egy gyermek egy támogató formájában, és most idén újítjuk meg ezt a programunkat. Ennek pedig a lényege az lesz, hogy szabadon mindenki pályázhat az ösztöndíjra, és havi 5000 forintos támogatásban fognak részesülni azok a gyermekek, akiket egy szakmai bizottság fog kiválasztani. Hiszem azt, hogy akik igyekszenek, és akik mindent megtesznek azért, hogy ami bennük van, azt közkincsé tudják tenni, azok meg fogják itt kapni ezt a figyelmet és ezt a támogatást, hogy igazán sikeresek legyenek.